Idén augusztus 24-én és 25-én ismét megrendezitek a Kastély Zenei Napokat. Kik fognak itt koncertezni? Hadd kezdjem azzal, hogy a Kastély Zenei Napok már 3 éves múltra tekint vissza, itt a 3. alkalommal rendezzük meg. Szándékoltan klasszikus zenei eseményeknek adunk ilyenkor helyet. Úgy tűnik, hogy az országban egyre népszerűbbek az ilyen jellegű kezdeményezések, mint a Kastély Zenei Napok is. 24-én pénteken mindjárt a Gyulai Ifjúsági Fúvózenekar ad majd egy koncertet 18 órai kezdeményezés. Este 20:30-tól pedig Liszt Ferenc két kedvenc tanítványa műveiből hallhatnak az érdeklődők egy összeállítást. Akrázi Károly és Giovanni Sgambatti műveiről van szó, ahol zongora kísérettel női és férfi ének hangon hallhatunk majd műveket az előbb hallott szerzőktől. 25-én szombaton aztán a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi zenekara érkezik majd a Kastély parkjába. Őket azt gondolom, hogy a helyiek már nagyon jól ismerhetik, hiszen nem először muzsikálnak már, akár itt a Kastély Zenei Napokon is találkozhattak velük a gyulaiak. Este 20:30-tól pedig megint csak egy helyi együttes, a Powerbeat ütőegyüttes ad majd. Azt gondolom, hogy egy izgalmas koncertet. Velük legutóbb itt a Kastélynál a Múzeumok Éjszakáján találkozhattunk. Nagy tetszést aratott a produkciójuk, és hiszem, hogy augusztus 25-én szombaton este is ugyanilyen sikert aratnak majd. A belépőjegyekről, hogyha még mondanál pár szót. 800 forintba kerülnek a belépőjegyek, a 4 rendezvényre, a 4 koncertre pedig 2000 forintos áron kínálunk bérletet. Azt gondolom, hogy a környezet az, hogy kényelmesen lehet hallgatni ezeket a fellépőket, igazán egyedülállóvá teheti ezt a 2 estét, és hát természetesen a jegyet vásárlóknak, ahogy az elmúlt évben, úgy idén is készülünk egy kis meglepetéssel majd a Kastély reggeliző teraszán.